Jó, köszönöm. Akkor elnézést kérek a kisebb nehézségekért, és azt előre bocsátom, hogy ide a hosszabb idézetek, amelyek Cserei Farkas és Kozinczy levelezéséből lesznek kivetítve, ezekből csak azokat a részeket fogom felolvasni, amelyek ki vannak emelve most. Kozinczy családból származó nagyajtai ifjabb Cserei Farkas, császári királyi kamarás és őrnagy, idősebb báró Veselényi Miklós sógora, szenvedélyes botanikus, tudományos társaságok tagja, Kozinczy bizalmas barátja, a hazai műemlékvédelem korai képviselője volt. Kozinczyval folytatott rendszeres levelezésének első fennmaradt darabjai 1805-ből valók. Kozinczyhoz írott leveleiből egy olyan nemes gondolkodása bontakozik ki, aki a főrangú mecénásokhoz képest jóval korlátozottabb anyagi lehetőségeit meghaladó mértékben járult hozzá, az általa támogatásra méltónak tartott művészeti és tudományos törekvések megvalósításához. Ezen tevékenységét nem a mecenatúra hagyományos formáinak hátterében tetten érhető önreprezentáció motiválta, hanem a rendi nemzetfelfogás, a modern nyelvi kulturális nemzetfogalom irányába kitágító, a nemzeti kultúra fejlesztésére irányuló hazafias törekvés. Cserei jelentős szerepet játszott a Kozinczyhoz és köréhez kapcsolódó irodalmi és kulturális törekvések támogatásában. Ő maga ajánlotta Kozinczynak, hogy a többi felvilágosult nemzet példáját követve állítsanak emlékművet a nemzet nagyjainak, és felvetette, hogy Csokonai emlékére is állítsanak egyet Debrecenben. Az Árkádia pör kapcsán elhíresült emlékműtér, melynek felállításához jelentős anyagi segítséget is felajánlott Cserei Farkas, végül nem valósult meg. Az Erdélyi Múzeum megindításában is kulcs szerepe volt. Cserei kapcsolatrendszere és anyagi támogatása nélkül Döbrentei Gábor nem valószínű, hogy meg tudta volna valósítani folyóirat tervét. 1810-ben a próbaszám nyomtatásának teljes költségét Cserei állta, és ő maga terjesztette azt az erdélyi diétán a képviselők között. Az Erdélyi Múzeummal kapcsolatos érdemeiért aranyemlékérmet is veretett Döbrentei tiszteletére. Az irodalmi vonatkozású mecenatúrán kívül úttörő szerepet vállalt a természettudományok terjesztésében. Saját krasznai kertjét botanikus kerté alakította, melyet külföldi tudományos kapcsolatai révén ritka fajokkal bővített, és rendszeresen küldött növényeket a Kolozsvár, Debrecenben és Sárospatakon felállítandó botanikus kertek részére. Kolozsvár botanikai tanszéket és nemzeti botanikus kert felállítását is tervezte, ezen törekvései azonban nem valósultak meg, mert a hatóságok, elsősorban az erdélyi gubernium válaszra sem méltatták fel ajánlásait. Egy magyar tudós társaság felállítására irányuló tervei támogatók hiányában szintén meghiúsultak. Cserei számára a nemzeti kultúra anyagi támogatása, a jómódú birtokos nemesség és az arisztokrácia egyértelmű hazafias kötelességeként jelent meg, és Kozinczy az intézet egyik levelében erős kritikával illette korának legnevesebb főúri mecénásait, Festetics György és Széchenyi Ferenc grófokat, mivel anyagi lehetőségeikhez képest szűkmarkúnak bizonyultak a hozzájuk forduló, általa nagyra tartott alkotók megsegítésében. 1807. január 8-án Kozinczy az írt levelében erős csalódásának adott hangot annak kapcsán, hogy Kozinczy egy korábbi levelében megírta neki, hogy Festetics elutasította barátjuk Kis János kérését munkái megjelentetésének finanszírozására. Idézem, Festetics György már akkor megszűnt nagy lenni, mikor barátunkkal Kissel úgy bánt, amint te egyszer írtad vala. Idézet vége. Előadásomban a Cserei levelei kapcsán rekonstruálható mecenatúra felfogás eszmetörténeti hátterének feltárására teszek kísérletet, és Cserei Kis Jánossal való kapcsolatán keresztül megvizsgálom, hogyan működött mindez a gyakorlatban. Cserei Farkas mecenatúrával kapcsolatos gondolkodásának eszmei hátterét más források hiány leginkább barátjához Kozinczyhoz írott levelei alapján fejthetjük fel. A következő három idézet jellegzetes példája a Cserei által képviselt felvilágosult patrióta eszmeiségnek, ennek központi fogalma a közjó, melyet a rendi nemzetfelfogást egyértelműen meghaladó értelemben felfogott nemzeti keretek között a szép, jó és igaz morálfilozófiai egységének jegyében értelmez. 1805. március 6-án a következőket írt a Kozinczynak. Szükség azonban, hogy akik a mindennapiság alacsonságán diadalmat tehettek, és érzéseiket az igaz jónak, szépnek megismerése által megnemesített pontra emelte a világosodás, azok minden gáncsokat elhárítván, minden ellenkező indulaton győzedelmeskedvén a közhaszonra intéződött jót gyarapítsák.
az irodalom és a művészet, eddig az idézet, az irodalom és a művészetek mellett a természettudományok pártolását is fontosnak tartotta. Sőt, ez utóbbi még hangsúlyosabb szerepet is kapott Cserei tevékenységében, mivel saját érdeklődése leginkább a növénytan és az ásványtan területére irányult, rendszeresen levelezett külföldi tudósokkal, több külföldi tudós társaság tagja volt, és felekezeti hovatartozástól függetlenül számos iskola számára fölajánlott a segítségét botanikus kert létrehozásában, teljes mértékben vállalva a kertek növényekkel való ellátását. Mindebben nem saját hírnevének öregbítése, nem a külső elismerés vágya, hanem a közjó előmozdításának morális kötelessége motiválta. 1811. augusztus 27-én kelt Kazinczy az intézet levelének mellékletében, azzal kapcsolatban, hogy katolikus létére a református kollégiumok után a kolozsvári unitárius kollégium számára is felajánlotta botanikus kert felállítását, a következőket olvashatjuk. Jót tenni, szépet művelni se nem újság, se magában nem különös dolog. Cserei számára a kereszténység és a felvilágosodás nem állt ellentétben egymással, a közjót szolgáló erőfeszítés kötelessége és a keresztényi alázat jobbágyai iránti felelősségérzetében is megnyilatkozott. Ez egyben a mecenatúra korlátját is jelentette számára. A kulturális és tudományos törekvések támogatása számára nem írhatta felül jobbágyai anyagi és szellemi szükségleteinek biztosítását. Pénzemhez azoknak van a legtöbb és legigazabb jussak, kik azt nékem véres verítékkel szerzették, és így legszebb kötelességem, legfényesebb cselekedetem őket boldogítani, őket, kiket, ha igaz útra vezetek, maga a főalkotó is gyönyörködik cselekedetemben. Cserei gondolkodásának eszmetörténeti hátterében a csiszoltság, csinosodás politikai nyelve is tetten érhető. 1819. július 8-án írt a Kazincinak. A szép tudományok érledik az ízlést, ez pedig divatba hozza a szép mesterségeket, melyek nemesítik a nemzeti karaktert. De ugyebár mindezek nevezetes költségeket kívánnak, bírunk-e ezekre szükséges erővel? És ezen erőre juthatásra nem kívántatik-e az, hogy azon eszközökről gondoskodjunk, melyek ilyetén erőt adnak nékünk. Az industria mívei a gazdaság műveltebb volta, a kézi művek a kereskedés, mindezek nálunk nincsenek nyomos divatban, ezek nélkül pedig schoonkraftunk nincsen, és nem is lehet magasabban emelkedni. A nemzeti jellem művészetek és tudományok általi nemesítésében és az ehhez szükséges gazdasági háttér az ipar és kereskedelem fejlesztésében látja a már csinosodott nyugat-európai nemzetekhez való felzárkózás feltételeit. Ezután Cserei Farkas és Kis János kapcsolatának a példáját fogom bemutatni. Cserei Farkas felvilágosult gondolkodását példázza, hogy baráti kapcsolataiban felekezeti hovatartozástól és társadalmi helyzettől függetlenül az egyéni érdem volt fontos számára. Cserei közös barátjukon Kazincin keresztül került kapcsolatba Kis Jánossal. Kazincy az intézet 1805. május 20-án kelt levelében említi, hogy szeretne megismerkedni Kissel, akinek versei megnyerték a tetszését. Kazincy 3 nappal később, 1805. május 23-án részletesebben is bemutatja neki Kist. Levelei alapján Cserei teljes mértékben osztotta Kazincy véleményét Kis János érdemeiről. 1805. október 28-án kelt levelében írja Kazincynak, hogy szeretné felvenni a kapcsolatot Kissel, és Kazincyn keresztül küld is egy levelet a nemesdömölki prédikátornak, akinek a magyar nyelv kiműveléséről írt pályamunkája első díjat nyert a kulcsáltrónai pályatételen. Kis iránt oly tiszteletet, oly szeretetet éreztettél szívembe, hogy valóban óhajtam ezen derék hazáfiával közelebbül ismerkedni. Ez egyik, másik oka pedig, hogy hazafi kötelességemnek tudnál lenni, a közjóra célzó érdemek iránt háládatossággal lenni. Ezen kettős adhatós ösztönök vittek arra, hogy Kisnek ezen idezárt levelet írjam, mert elolvasván kérlek, küld el néki. Az említett levelet Kazincy valóban továbbította Kis Jánosnak, szövege sajnos nem maradt fenn. Kis János válasza azonban késett, 1806. január 9-én még nem érkezett meg Csereihez, ezt az aznap Kazincy az intézet leveléből tudhatjuk. Itt azt írja, idézem, a nagy érdemű Kisnek még nem vettem levelét, vehetni azt szerencsémnek, és igen kellemetes szerencsémnek tartom. Idézet vége. Cserei egyetlen fennmaradt Kishez intézett levele 1806. március 30-án kelt, és ebből tudható, hogy Kis január 21-i levele csak pár nappal korábban jutott el hozzá Kazincy közvetítésével,
akinek kis másolatban elküldte Csereihez intézett válaszlevelét. Az őszinte barátságra és tiszteletről tanúskodó levélben Cserei felajánlja segítségét Kis János aktuális folyóirat tervének megvalósításához. Az ehhez szükséges 2000 forint azonban úgy tűnik, meghaladja anyagi lehetőségeit, ezért ígéretet tesz, hogy erdélyi jómódú nemes barátait is megpróbálja megnyerni az ügynek. Cserei valóban megpróbált támogatót szerezni Kis Jánosnak, erre utal Kis János 1806. november 3-án kelt levéltöredéke, melyben Kise Cserei által ajánlott meg nem nevezett mecénásra utal, és kéri Csereit, hogy készítse fel az illetőt, mielőtt ő maga levélben megkeresné. Ha talán jobbnak tartanád, hogy magam írjak a fejjel említett mécenásznak, azt tudtomra, nem fogom elmulatni, de arra az esetre kérlek, készítsd el azt az urat leveled által. Mivel a levél eleje hiányzik, és a Kazlevben kiadott, ebben az időben keletkezett levelekből se derül ki, hogy ki lehetett a fejjel említett mecénász, akinek személye így homályban marad, de annyi bizonyos, hogy jelentős támogatást nem adott Kisnek, amennyiben a kapcsolatfelvételre egyáltalán sor került. Bár az itt említett két levélen kívül több egymáshoz írt levelük nem ismert, Cserei Kazincihoz írt leveléből tudhatjuk, hogy részt vállalt Kazinci és Kis János munkáinak terjesztésében. Mind a Kis episztolájából a 100 exemplárt, mind magad egyveleg munkáidnak első kötetjéből 200 exemplárt küld csak egyenesen az én kezembe, bizonyosan úgy intézem el az eladások állapotját, hogy elkeljenek mentül előbb. Ároknak hiba nélkül kezedbe szolgáltatása iránt én jót állok. A megfogalmazás alapján valószínű, a Cserei itt az el nem kelt példányok árának kifizetéséért is kezeskedett, átvállalva a kockázatot. Kis Jánossal való kapcsolatának példáján keresztül is láthatjuk, a Cserei a klasszikus értelemben vett mecenatúra megvalósításához nem volt elég gazdag, teljes kiadások finanszírozását nem tudta magára vállalni, viszont amennyire anyagi lehetőségei engedték, támogatta Kis János munkáinak megjelentetését és terjesztését. Kis János Cserei barátságát és támogatását Spanyolországba és Portugáliába való utazás című németből fordított útleírásának 1809. február 26-án kelt ajánlásában köszönte meg, méltatva a Cserei hadhatósan munkálkodó hazafiúi indulatát. Itt látható ennek a munkának a címlapja. És az ajánlás, hogy Cserei Farkasnak szól. Ezután még Kazincinak a mecenatúra helyzetével kapcsolatos reflexióiról is ejtek néhány szót. Kazincél nem sokkal korábbi Kis Jánosnak írt levelében eléggé pessimista, de minden bizony a reális képet rajzol a magyarországi könyvkiadás és mecenatúra helyzetéről. Kis János folyóiratterve kapcsán a következőket írja. Ebből csak az utolsó mondatot olvasom. Kevés veselény van hazánkban, hanem az egész világon, és ahol egy-kettő találkozik, azt a sok szűkölködő elszívja, úgyhogy új jótét tételére szorítani őket vétkes erőszak. Ugyanebben a levélben Csereivel és az erdélyi mecenatúrával kapcsolatban a következőket írja. Ebből is csak egy mondatot olvasok föl, hogy ő buzgón fogja pártját szándékodnak, sokat segíthet. Az itt legnagyobb mecénásként említett Veselényi, idősebb báró Veselényi Miklós, Cserei Farkas sógora volt, Cserei Farkas nővérének a férje, az erdélyi magyar színjátszás legfőbb támogatója. Itt látható feleségével, Cserei Farkas nővérével együtt. Kazinci tehát tisztában volt azzal, hogy túl kevés mecénás és túl sok pártfogalandó ügy volt, ami arántalanul nagy terheket szólt a közjó előmozdításáért anyagi áldozatot vállalni kész nemesekre. Kis János folyóirat tervével kapcsolatban is igaza lett, az kellő anyagi háttér hiányában nem valósult meg. Most pedig rátérek a konklúzióra. Cserei Farkas mecenatúrával kapcsolatos elképzeléseinek kudarca arra mutat rá, hogy a 19. század első évtizedeiben a nemesi művészetes tudománypártolás még a Csereihez hasonló kiterjedt kapcsolatrendszer esetén se jelentett megoldást a magyar kultúra stabil anyagi hátterének biztosítására. A Cserei által szűkmarkúságuk és politikailag motivált óvatosságuk miatt bírált Festetics György és Széchenyi Ferenc, a kor legnagyobb magyar mecénásai is tisztában voltak ezzel, hogy Csereihez képest összehasonlíthatatlanul kedvezőbb anyagi helyzetük ingatag, és birtokai gazdasági modernizációjával próbálták meg egzisztenciájuk fenntarthatóvá tételét biztosítani. A mecenatúrára fordított pénzügyi keret esetükben mindig arányban volt anyagi lehetőségeikkel.
Cserei a közjó előmozdításáért hozott anyagi áldozatot nem csak a retorika szintjén hangsúlyozta, hanem valóban kötelességnek érezte maga számára. Eszmét a gyakorlatban is igyekezett megvalósítani, református jobbágyai számára nevelési programot dolgozott ki, a jobbágyok házait ellenszolgáltatás nélkül azok saját tulajdonába engedte át, és a rossz termés miatt fellépő éhínség idején elengedte a dézsmát, és saját költségén szerzett nekik gabonát. Áldozatkészsége anyagi helyzetének megrendüléséhez vezetett, az 1817. június 24-én kelt levelében már ő kér Kazincitól anyagi segítséget, hogy éhező jobbágyait támogatni tudja. Az 1820-as években Bécsbe költözött, és előnyös házasság révén próbált javítani anyagi helyzetén, de próbálkozásai kudarcba fulladtak, és elszegényedve halt meg Bécsben 1842-ben. Törekvései jó erdélyi kapcsolatrendszere ellenére mecénás társak hiányában nagyrészt megfiúsultak. Mindebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a polgárosuló viszonyok között a nemzeti kulturális törekvések anyagi hátterének biztosítására a nemesi mecenatúra már nem volt elégséges, az eredményes vállalkozások példái a közösségi, nemzeti, állami keretek között országos adakozásból valósultak meg, melyben az egyéni felajánlások természetesen továbbra is fontos, de már nem kizárólagos szerepet játszottak. És ilyen például a Széchenyi Ferenc által alapított Nemzeti Könyvtár és Múzeum épülete itt látható, és a Magyar Tudományos Akadémia is már nem pusztán Széchenyinek a felajánlásából, hanem szintén országos irányítás, országos keretek között valósult meg. Köszönöm szépen a figyelmet!